Annak ellenére, hogy a 25 év alattiak eszi a mentessége a diákmunkásokra is vonatkozik, vagyis várhatóan a korábbiaknál többet kereshetnek, egyelőre még nincs nagy roham a diák munkára. Legalábbis ez a tapasztalat az egyik ceglédi diák szövetkezetnél. Arra számítunk azért, hogy majd ugye amúgy, amikor a nyári szezon elindul, és a, ugye a ceglid abból a szempontból speciális, hogy itt nincs felsőoktatás, tehát itt ugye inkább 18 év alatti diákok, vagy épp hogy 18 év elmúlt vagy betöltött diákok dolgoznak, ugye ők, ők ugye évközben nem igazán jelentkeznek munkára, egy-egy kivételtől eltekintve, hogy amikor a nyári roham lesz majd akkor azért ott számítunk arra, hogy ez azért fel fogja egy picit pesdíteni azért a jelentkezők számát. Egyelőre még, még ezt nem tapasztaljuk. Ha az átlag diákbéreket tekintjük, óránként 1150 és 1500 forint között keresnek a fiatalok. Ennek a 15 a most már nem adóra megy el, náluk marad. Vagyis pár száz forinttal emelkedik az órabérük. Ez egy hónapra vetítve pedig már több ezer forintot jelent. Deli Ferenc arról is beszélt, bár még változhat, de már nagy vonalakban látható, hogy a nyáron milyen munkákat vállalhatnak a fiatalok. Ugyanazok a mezőgazdasági betakarítási munkák azok, azok idén is előrhetőek lesznek, ebben biztos vagyok. Különböző gyártósori munkák is, mert azért ugye a munkaerő hiány, illetve az a tényező, hogy most tehát ez az ukrán-orosz konfliktus miatt ugye Ukrajnából is minden bizonyja kevesebb munkavállaló fog érkezni, emiatt megint erősödhet ugye a diák foglalkoztatás. Emiatt a különböző gyártóüzemekben még jobban meg fog az igény a diák munkásokra. De élelmiszergyártásban is több helyen dolgoznak diákok, mondta Deli Ferenc.